A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Magyarországon a harmadik leggyakoribb daganatos betegség jelenleg a méhnyakrák, évente 1500 nőt érint. A méhnyakrák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet egy rendezvénnyel, amelyet a székesfehérvári Májvavirágpont szervezett. A köztérben számítunk figyelmükre. A Májvavirág Alapítvány 11 éve csatlakozott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjaihoz, melyet január 22-e és 28-a között az országban 200 település csatlakozásával rendeznek meg. Székesfehérváron mi a Székesfehérvári Májvavirágpont szervezzük a rendezvényt, melynek keretében keressük a hölgyek motivációját, illetve demotivációját a méhnyakszűrés kapcsán. Szeretnénk felhívni a figyelmet a méhnyakszűrés fontosságára, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a méhnyakrák megelőzhető. Szeretném felkérni Östor Anna Máriát, az egészség és sport tanácsnok asszonyt, hogy mondja el nyitó beszédét. Köszönöm szépen a lehetőséget, sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt, szervezőt, és nagyon szépen köszönöm, hogy Székesfehérvár is részese lehet ennek a rendezvénynek. Ennek a rendezvénynek azért nagyon szép országos sajtója van, ami egy igen jó figyelemfelhívás erre a programra. Eddig mi csak gyöngyfűzéssel vettünk részt ebben, de most nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy egy ilyen színvonalas rendezvényen vehettünk részt. Köszönöm mindazoknak a szakértőknek, akik elvállalták, hogy erről beszélnek, és segítenek, hogy a székesfehérváriak még többet meg tudjanak erről a témáról. Azért azt el szeretném mondani, hogy Székesfehérvár 2008-ban a megyei jogú városok között elsőként vezette be a HPV oltást a székesfehérvári lány iskolásoknak, és ezzel egy nagy arányú felvilágosító munkába is kezdtünk, ami abban mutatkozott meg, hogy az azon való részvétel rendszeresen éveken keresztül, és talán még most is, talán már nem 80 és 90 százalék között van, hanem 80-85-86%, úgyhogy én azt hiszem, hogy erre nagyon büszkék lehetünk, és hogy ezt a betegséget mindenképpen megpróbáljuk elkerülni a lányok és a fiúk védelmében. Mi vezettük be először a fiúknak ezt a HPV oltást, és mindezt az önkormányzat finanszírozásával, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy talán a mi példánkon felbuzdulva is lett ez az oltási kampány része, és egy kötelezően választható védőoltás. Székesfehérvár 2011 óta rendelkezik egészségfejlesztési tervvel. Rendszeresen szervezünk szűrővizsgálatokat férfiaknak, hölgyeknek. Március a nők hónapja, akkor szoktuk mindig ezt a programot tartani. Én tudom, hogy nem lehet egy szűrővizsgálat kampánnyal egy 100 000-es lakosú várost szűrni, azonban mindenkinek fel tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy ez az ő felelőssége, az ő döntése, és mi segíteni próbálunk abban, hogy a fehérváriak jó időben jó döntéseket hoznak. Még egyszer köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy közösen rendezhettük a Májvavirág Alapítvány, az önkormányzat és az egészségfejlesztési iroda. Nagyon jó tanácskozást kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. És most pedig Tóth Icót, a Májvavirág Alapítvány elnökét szeretném megkérni arra, hogy mondjon pár gondolatot.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A Májva Virág Alapítvány HPV prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozik. Ugye ide tartozik a méhnyakrák, a petefészekrák, ide tartozik a méhtestrák, a szeméremtestrák és a hüvelyrákkal érintettek, és amikor érintettekről beszélünk, akkor maga a beteg, a túlélő és a hozzátartozóját is segítenünk kell. Ezt most már több mint 10 éve tesszük meg. Nagyon örülök és nagyon büszke vagyok arra, hogy Székesfehérváron is indult a Májvavirág.pont. A Májvavirág.pontok az országban igazából a mi ügyeinket erősítik, és helyben fogják fel a lakosságot, helyben segítenek a hölgyeknek, és hát mondhatjuk azt, hogy nem csak a hölgyeknek, hiszen hogyha a HPV-ről beszélünk, akkor tudjuk most már, hogy az urakat is érinti, tehát nekik is segítséget nyújtanak. Nagyon sok felé járok, Magyarországon is és külföldön is különböző konferenciákra, és azt láttam nem egyszer, hogy amikor a méhnyak szűrésről van szó, akkor általában férfi orvosok, urak kint ülnek egy asztalnál, és azt a kérdést teszik fel, hogy hát ők nem értik azt, hogy miért nem járnak el a nők szűrésre. Az egyik ilyen konferencia egy nagy nemzetközi HPV konferencia volt, amin ugyanez megtörtént, de akkor már olyan felvértezve éreztem magam, hogy kipattantam gyorsan a mikrofonhoz, és azt mondtam nekik, hogy hát uraim, köszönjük, és nagyon örülünk neki, hogy ezzel a témával foglalkoznak, de hát vagyunk itt mi annyian hölgyek, miért nem mi ülünk kint, és beszélgetünk erről. És aztán akkor így visszagondolva, úgy láttam, hogy igazából senki nem ültetett le még minket egy asztalhoz, és engedte meg azt, hogy igazából kitegyük oda azt, hogy mik a problémák, vagy éppen az, hogy mi működik jól. Ezzel az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héttel elkezdünk egy egész éves programot, és igenis keressük a nők motivációját. Ugyanúgy a motivációt, mint a demotivációt is. Szeretnénk nagyon-nagyon sok mindenkivel beszélgetni, kerekasztalokkal, kérdőívvel, egyénileg, megkereshet minket bárki az adott év alatt, és elmondhatja azt, hogy miért jár, vagy éppen miért nem jár szűrésre. És én nagyon bízom abban, hogy év végére lesz egy olyan összefoglalónk, amivel talán ténylegesen látjuk azt, hogy min kell változtatnunk, és bízom abban is, hogy jövőre talán azon a számadaton, ami azt mutatja, hogy milyen kevesen járunk el, együtt tudunk változtatni. Én nagyon szépen köszönöm az önkormányzatnak, polgármester úrnak, az EFI-nek és minden segítőnek azt, hogy a mai napon megvalósulhat ez a közös beszélgetés, és mindenkit arra buzdítanék, hogy csatlakozzon majd a Székesfehérvári Májvavirág.hoz, és tegyünk együtt ezért az ügyért. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most szeretném megkérni Bognár Beát, a szülésznőt, és Erdélyi Nóra citológust, hogy tartsák meg az előadásukat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a résztvevőket. Nagy megtiszteltetés számomra ez a felkérés, hiszen mi szakemberek, akik nap mint nap nőbetegekkel, szülőnőkkel foglalkozunk, nem marad időnk erre a tájékoztatásra, a mindennapi rohanó életben kevés ilyen platform van, ahol civilekkel találkozhatunk, és bemutathatom azt, hogy nem kell félni a nőgyógyászati vizsgálattól, nem kell félni a nőgyógyászaktól, és küldetésemnek érzem a hivatásomból fogva nem csak azt, hogy minél több egészséges gyermeket segítsek a világra, hanem azt is, hogyha van olyan betegség, amely megelőzhető, egy egyszerű szűrővizsgálattal felismerhető, kiszűrhető, és időben kezelés alá vethető a páciens, akkor igenis ez egy meggyógyítható betegség. A nőgyógyászati prevenciónak 3 szintere van. Az elsődleges szintere, ez amit most csinálunk, az edukáció, hogy a társadalom tagjait megpróbáljuk tájékoztatni, minél több információval ellátni, felvilágosítani őket arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy elkerüljék a szexuális úton terjedő betegségeket.
Hiányolom picit a fiatal generációt, van egy-két fiatal arc, de pont nekik szólna ez a tájékoztatás, és remélem, hogy elér hozzájuk. A mai világban a social médián keresztül rengeteg platform van, ahol tájékoztatni lehet őket, de pont a népegészségügyi szűrőprogram és a HPV vakcináció miatt lehet, hogy ők biztonságban érzik magukat, hogy megkaptam a HPV oltást, és minek menjek el szűrésre, én úgyis védett vagyok. Ez önmagában nem elég, hiszen ez a vakcinációs program is folyamatosan fejlődik, kibővül egyre több az oltóanyag kibővül egyre több víruskomponenssel, és sajnos találkozhatunk olyan partnerrel, akitől mégis megfertőződünk az oltás ellenére, és hát nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy erre van megoldás, fel kell keresni a területileg illetékes nőgyógyászt, és közösen megoldani ezt a problémát. Ami ugye az elsődleges prevenció része, hogy egészségesen éljünk. Most már egyre egészségtudatosabb és fejlődik az egészségkultúra a magyar társadalomban. Mindenki odafigyel rá, hogy jól nézzen ki, hogy ápolt legyen, hogy elmenjen fodrászhoz, kozmetikushoz, hogy egészségesen táplálkozzon. Akkor igenis be kell iktatni azt is, hogy évente egyszer szálljunk időt arra, hogy elmenjünk a nőgyógyászhoz. A mi feladatunk ugye nem csak a méhnyakrák, hanem ahogy Icó is elmondta, a különböző nőgyógyászati betegségek kiszűrése. Ezzel az éves találkozással számtalanszor van, hogy egy rutin laborvizsgálattal vagy hormonvizsgálattal endokrinológiai betegségeket is kiszűrünk, segítve ezzel a családorvosok munkáját. És hát meghallgatjuk a nőket, meghallgatjuk a panaszaikat, időt szakítunk rájuk, csak meg kell találni a megfelelő embert, akihez bizalommal tudtok fordulni. Nagyon fontos, hogy a méhnyakrák a harmadik leggyakoribb daganatos betegség ma Magyarországon, az emlőrák és a tüdődaganatot követően, és a mi primer prevenciónkban benne van az emlőszűrés. Amikor eljöttök hozzánk egy nőgyógyászati rákszűrésre, akkor emlővizsgálattal egybekötve zajlik ez a vizsgálat, 50 felettieknél pedig az oszteoporózis megelőzésére csontsűrűségmérés vizsgálatra adunk beutalót. A szekundere prevenció akkor kezdődik el, amikor egy fiatal lány vagy fiú úgy érzi, hogy testileg, lelkileg érett a szexuális kapcsolatra, és ő már felnőtt, és ezt is szeretné kipróbálni, akkor lehetőleg ezt minden tudás és információ birtokában tegye. Amikor megtörténik ez az együttlét, akkor fel kell keresni természetesen egy nőgyógyászt, nem csak azért, hogy a nem kívánt terhességeket megelőzzük, mert ez a fiatal lányok legfőbb problémája, hanem hogy végezzünk egy méhnyakrák szűrést és egy HPV tipizálást is. A Nemzeti Népegészségügyi Szűrőprogramba 2014-től ugye a vakcináció is beépült, és minden 18 és 65 év közötti hölgynek ingyenesen rendelkezésére áll ez a szűrővizsgálat. Sajnos a harmadik fokozat az már a kiszűrt betegek ellátását jelenti. Évente 1000 új megbetegedés van Magyarországon, és sajnos ennek a fele halálos kimenetelű. Vannak bizonyos stádiumok, amiket még műtéttel, onkológiai terápiával, kemoterápiával, sugárterápiával tudunk kezelni, de sajnos így is sok a veszteség. Mint már ahogy említettem, a világon igen nagy számban 1,4 millió nőt érint ez a betegség. A legkitettebbek a fertilis korban, a szexuális aktivitásukban lévő hölgyek 15 és 40 éves kor között. Sajnos egyre korábban kezdik a fiatalok ezt a nagy szexuális szabadságot, és ez azt eredményezi, hogy egyre több pozitív leletet is látunk. Csak éppen nem időben. A méhnyakrák szűrésnek mi a célja? Hogy a prekancerózus állapotokat megelőzzük, felismerjük, és időben kezeljük. A méhnyak állapotának ellenőrzése ugye a nőgyógyászati vizsgálat során kiegészül többnyire egy nőgyógyászati ultrahang vizsgálattal, ahol a petefészkeket, a méhtest állapotát, a méhnyálkahártya
állapotát is megvizsgáljuk, tehát ez egy komplex vizsgálat. Most ugye itt a méhnyakrák hetében koncentrálunk a méhnyakrák szűrésre, de nagyon gyakran ezen a szűrésen derül ki, hogy van egy petefészek ciszta, vagy valamilyen daganatos elváltozás, ami miatt tovább kell lépnünk. Itt egy olyan statisztikát mutatnék be, ahol nagyon rossz helyen állunk, itt majdnem az utolsó előtti helyen, és 2011-ben még 40%-os volt a szűrési hajlandóság, addig 2021-ben már csak 26%-os. Hát nézzük meg, hogy mi a helyzet Csehországban, 72-76%-os a hajlandóság. Mi van náluk, ami nálunk nincs? Vagy ott van Szlovénia, akik szintén 70% fölött. Mit kell tennünk azért, hogy a nőtársaink elmenjenek nőgyógyászhoz, és ne legyen ennyi értelmetlen betegség. És hát, hogy miért kell elmenni szűrésre, vagy kinek kell elmenni, ezt már többször említettem, hogy a fertilis korú nőknek, és 65 éves korig ingyenes a méhnyakrák szűrés, fel kell keresni a területileg illetékes nőgyógyászt. A WHO ajánlása szerint 3 évente kell nőgyógyászati citológiai vizsgálatra menni, amennyiben van 3 egymást követő negatív kenetünk, de a magyarországi gyakorlat azt mutatja, hogy inkább évente javasoljuk a méhnyakrák szűrővizsgálatát, főleg az miatt, hogy ha találunk esetleg valami problémát, annak az utánkövetése, egy cisztás állapot, vagy egy méhnyálkahártya vastagodás, az után legyen követve. Vannak rizikófaktorai, ugye a méhnyakrák előfordulásának, befolyásolja a dohányzás, befolyásolja az, hogy fiatalon kezdik el a szexuális életet, és mire eljut oda, hogy szülőnővé válik, 6-8 partneren túl van, és biztos, hogy valakitől már fertőződött. Fontos, hogy ismerjék a szexuális úton terjedő betegségeket, mert vannak olyan nőgyógyászati úgynevezett STD betegségek, amelyek által meggyengül az immunrendszer, és hajlamosabbak vagyunk a humán papilloma vírus megfertőződésére. Itt felsoroltam egy pár HPV típust, több száz fajta van. Vannak alacsony és magas rizikófaktorú HPV típusok. Általában mindannyian találkozunk valamiféle HPV vírussal, az uszodában lévő szemölcsöket szintén HPV okozza, de ami a méhnyakrákot okozza, az egy rendkívül agresszív, onkogén, magas kockázatú HPV típus. Az a fotó, amit tudok világítani, de látjátok azt a fotót, ez egy ilyen szemölcsszerű elváltozás a genitális traktuson. Ez egy rendkívül nehezen kigyógyítható állapot, amikor már ilyen súlyosságúra terjedt, és az egész genitális traktust beszűrheti. Tehát nem csak a szeméremtestet, hanem a belső nemi szervekre is ráterjedhet, és esztétikailag is borzasztó, és rendkívül fertőző. Na ez már megjelenik a fiúkon is, ugyanis a fiúk a HPV fertőzéssel nagyon gyakran tünetmentesek. A lányoknak is, amikor már tünetük van, akkor már sajnos egy előre haladottabb állapotnál tartunk, de amikor ilyen szemölcsszerű elváltozások jelennek meg, akkor a fiúk is azért orvoshoz fordulnak, és ezért óriási dolog, hogy 2020 óta a fiúk is részesülnek a vakcinációba, és sajnos ez nem egy-két évről fog szólni, hanem 20-25 évről, hogy elérjük azt, hogy ez az átoltottság, amit most a fiatalok kapnak, ennek lássuk az eredményét, hogy bizony a méhnyakrák szűrések eredményesek és negatív citológiai lelettel bírnak a fertilis korú hölgyek. Nagyon fontos tudni, hogy elérhetőek ezek a védőoltások. Ha már fertőződött valaki humán papilloma vírussal, akkor is érdemes beadatni. Korábban még a 2 komponensű oltást alkalmazták, most már 9 komponensűt kapnak, tehát egyre jobban terjed, és a gyógyszeripar egyre jobban fejlődik, és ennek eredményeképpen mind jobb oltóanyagokat kapunk erre az immunizációra. És hát mi történik a nőgyógyászati vizsgálat során?
Azt gondolom, hogy aki laikus, és még sose volt nőgyógyásznál, ott nagyon nagy felelőssége van a családnak, hogy mit mond el az édesanyja otthon, hogyan vezeti be a lányát, vagy van esetleg egy nagyobb lánytestvér, akivel bizalma van, vagy egy barátnő, hogy ne egyedül menjen a nőgyógyászati vizsgálatra. Szerencsére most már a szakma elnői esedik, tehát tudom mondani, hogy fele-fele arányban vannak most jelen a férfiak és a nők is, és mind nagyobb igény van valóban a női nőgyógyászokra. A területileg illetékes nőgyógyászhoz lehet ugye NEAK finanszírozottan elmenni, de rengetegen választják a magárendeléseket is, és azt látjuk, hogy mindig ugyanazok a betegek jönnek vissza a rendelésekre. Tehát van egy 80-100 beteg évente, aki biztos, hogy megjelenik, és nekik negatív az eredményük. Akinek meg pozitív lesz, az 5-10 vagy akár 20 éve, vagy a szülése óta nem is járt nőgyógyásznál. Szóval nekünk édesanyánknak nagy a felelősségünk, hogy mit mondunk otthon a gyermekünknek, hogy hogyan készítjük fel, hogy egyáltalán nem borzasztó a nőgyógyászati vizsgálat, és az a kötelesség, amivel a szexuális élet jár, az a saját felelőssége is. Tehát ő felelősség teljesen eldöntheti, hogy elmegy, kiválaszthatja, hogy hova megy, kihez megy, és nagyon fontos, hogy meglegyen a bizalom az felé, az ember felé, akit választ, és ebben segíthet az édesanyja, hogy én ismerek valakit, akinél szültem, vagy jót hallottam róla, és menjünk el együtt, és kísérjük el a lányunkat, kísérjük ezen az úton végig, mutassuk meg neki, hogy hogyan kell felelősségteljes nőként viselkedni ebben a világban. Néhány hasznos praktikát írtam föl erre a diára, de mivel itt érett hölgyek vannak, nyilvánvalóan tisztában vannak vele, hogy a citológiai vizsgálat ideje akkor optimális, hogyha a menszeszt követő időszakban vetetjük le. Nagyon fontos, hogy előtte ne használjunk a hüvelybe irigálást, vagy különböző síkosítókat, krémeket, mert ezek befolyásolhatják, és nem lesz értékelhető a citológiai kenet. 48 órát legalább kerülni kell a szexuális aktust, hogyha valaki nőgyógyászhoz jön, és érdemes praktikusan öltözködni, olyan kényelmes, hosszabb, lengébb ruhadarabot, amiben nem érzi magát feszélyezetten. Illetve nőgyógyászati vizsgálat előtt mindenképpen érdemes elmenni mosdóba, mert tehát hólyaggal is kellemetlen ez a vizsgálat. És hát mi történik a nőgyógyásznál? Először van egy beszélgetés, egy anamnézis felvétel, ahol megkérdezi a nőgyógyász, hogy mikor jött meg az első menstruációja, rendszeres volt-e, 28 naponként ismétlődik ez a ciklus, nincsen bővérzése, fájdalma, alhasi görcse, és mikor volt az utolsó rendes menstruáció első napja, mert ez egy lényeges információ a citológusnak, akinek tovább küldjük majd a kenetet. Aztán megkérdezi a nőgyógyász, hogy volt-e már terhes, hány terhessége volt, annak milyen kimenetele volt, fiatal lányoknál, hogy éle már szexuális életet, ugye különböző méretű vizsgálóeszközök vannak, és nem mindegy, hogy melyiket használja. Megkérdezi, hogy van-e valamilyen betegsége, állandó gyógyszerszedése, szed-e esetleg fogamzásgátlót, vagy használ-e méhen belüli eszközt, mert ezek mind-mind befolyásolják a citológiai vizsgálat eredményét. Ezen az ábrán megpróbáltam néhány képpel illusztrálni, hogy mi történik a nőgyógyászati vizsgálat során. A nőgyógyászati vizsgálat az egy vizsgálóágyon történik. Ugye az alsó genitális traktust kell megvizsgálni, hüvelyen keresztül történik a vizsgálat, egy speciális feltáró eszközzel, amit mi kuszkótükörnek hívunk, és ez az eszköz segít látótérbe hozni a méhnyak felszínét, és a bal alsó sarokban vannak a mintavevő eszközök, a citológiai pálca, illetve a kenet fixálásához szükséges folyadék. Fontos elmondani, hogy ez a vizsgálat nem fájdalmas. Aki fájdalmat érez, ott valami probléma van. Vagy a hüvely gyulladása, vagy valamilyen daganatos elváltozás, de ez normál körülmények között egyáltalán nem fáj.
Ja, amikor levesszük a kenetet, akkor tovább küldjük a citológiai szakembernek egy laboratóriumba, ahol feldolgozásra kerül. Mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk a kórházban a patológiai osztály citológusaival, tudunk konzultálni, hogyha szükséges valamilyen leletről, és körülbelül egy héten belül visszakapjuk az általunk levett és az általuk kiértékelt kenetet. És szeretném most Nórát megkérni, hogy akkor a citológiai mintavételről ő folytassa az előadást. Üdvözlöm Önöket, én Edély Nóra vagyok, és én vagyok az a citológus szakember, aki ezeket a keneteket vizsgálom. Megtörtént a mintavétel, és mi is történik ezután a kenettel. Magyarországon a citodiagnosztika működésének kezdete az 1940-es évek végére nyúlik vissza. Nőgyógyászati keneteket szűrővizsgálatszerűen az 1960-as évektől vizsgálnak citológusok. 1981-ben hirdették meg a Cervix programot, amelynek célja 20 és 65 év közötti nők citológiai szűrővizsgálatának két évente történő elvégzése volt. A népegészségügyi célú országos szinten szervezett lakossági méhnyakszűrés 2003-ban indult. Ugye már Beáta beszélt arról, hogy mi is a méhnyakrák szűrés célja. Lesznek olyan diák, amikben átfedés van, azokat igyekszem majd átugrani. Ja, például ez, itt már ő is megemlítette, hogy Magyarországon igen alacsony a részvétel. A hazai irányelvek szerint a méhnyakszűrést a nemi élet megkezdését követő második évtől, de legkésőbb 21 éves korban kell elkezdeni. Célszerű évente részt venni a vizsgálaton, de negatív kolposzkópia esetén elegendő két évente a mintavétel, illetve három negatív citológia esetén és épp kolposzkópia birtokában három évente. 65 év felett viszont nemi élet hiányában nem indokolt már a szűrés. Ugye Magyarországon a konvencionális kenet, ez a hagyományos kenet az elterjedt a méhnyakszűrésben. Ugye a méhnyakrák megelőző állapota kezdetben enyhe, majd egy egyre súlyosbodó hám elváltozással jár, és ez az elváltozás az, ami megbízhatóan szűrhető. Kóros esetben szükséges a HPV-DNS-teszt elvégzése. Beszéljünk arról, hogyan is néz ki egy konvencionális kenet. A kenet a laboratóriumba kerül, a technikai asszisztensek Papa Nikolaou módszerrel megfestik, fedőlemezzel lefedik ezt a kenetet, és ezután fénymikroszkóppal vizsgálható. A citológus egy úgynevezett screening technikával nézi át a kenetet, tízszeres nagyításon, látómezőről látómezőre az egészet, ez akár 500 ezer objektumot is jelenthet. Mit látunk a mikroszkóp alatt? Így néz ki egy kettő darab nem megfestett kenet, illetve ahol több kenetet látunk, az már megfestett kenetek. Ez a Papa Nikolaou módszer. És, jaj, bocsánat. És amit látunk a mikroszkópban, különböző érettségű laphámsejteket például. Mirigyhámsejteket, endometriumsejteket, vért, fehérvérsejtet, baktériumokat. Ezek lehetnek a normál flóra részei vagy kórokozók. Látunk nyákot, egyéb kórokozókat, például kandidát, trichomonást, actinomycest, és látjuk a HPV fertőzés következtében kialakuló sejtelváltozásokat. Nagyon fontos, hogy HPV-t nem látunk a citológiai kenetben, hanem a HPV okozta sejtelváltozásokat. És az értékelés a Bethesda rendszer szerint kellene, hogy készüljön, de sajnos Magyarországon még mindig használatban van a már elavult Papa Nikolaou féle értékelés. A P eredményt az én tapasztalataim szerint a nőgyógyászok és a páciensek is igénylik. A Papa Nikolaou rendszer legnagyobb hátránya a P3 kategória, ugye ide gyakorlatilag a gyulladás és a rák megelőző állapot is bekerülhet, illetve a régi értékelés szerint a HPV-t a kórokozók szerint, kórokozók közé sorolják. A negatív eredmény a Bethesda értékelés szerint úgy néz ki, hogy a kenet minősége megfelelő, a kenet általános minősítése negatív, kóros neoplasztikus elváltozás nem látható.
Felsoroltam ezen a dián a kóros citológiai eredményeket, az egyik oldalon a laphám elváltozásokat, az ascus, elsil, aszká, hájsil és a laphám karcinóma, illetve a másik oldalon az AGC, AIS és az adenokarcinóma, a mirigyhám elváltozásai. Nézzük ezeket. Igazából nagyon részletesen nem akarok róluk beszélni, de említés szinten. Ugye az aszkusz egy ismeretlen jelentőségű laphám atípia, ugye ez a leggyakoribb kóros diagnózisunk, tulajdonképpen az összes kenet 5%-a. 50%-a mögött nincsen valódi kóros folyamat, de 43%-ban van HR-HPV fertőzés. A CIN3 rizikó 5 év alatt 2,6%. Az elsil alacsony, enyhefokú intraepiteliális laphám elváltozás, tulajdonképpen a HPV fertőzés produktív morfológiai megnyilvánulása, ez a kenetek 4%-a. És még itt is látható az, hogy 57%-ban ez spontán meggyógyul, 32%-ban nem történik változás, és 11% az, ami kórosabbá alakul, tehát a súlyosabb elváltozás alakul ki belőle. Így néz ki egy tipikus elsil kenet. A következő diagnózis aszkhá, ugye ennek a meghatározása nem zárható ki egy súlyos fokú laphám elváltozás. A hájsil, ez a súlyos laphám diszplázia. Az összes kenet 0,5%-a, kezelés nélkül jelentős az invazív rák kialakulásának a lehetősége. Így néz ki egy tipikus hájsil elváltozás. Itt ezeket a nagy magokat kell nézni, nagy sejtmagokat. Igazából a ményak szűrés az laphám elváltozásokra érzékeny, de hogyha mirigyhám elváltozást látunk, azt is megfelelő módon interpretálni kell. Fontos, hogy 36 súlyos laphám diszpláziára jut egy mirigyhám elváltozás, és zömmel HPV 18-as asszociáltak ezek a mirigyhám elváltozások. Ugye én is beszélnék arról, hogy mik a megfelelőség kritériumai. Fontos, hogy a mintavétel a ciklus 10. és 20. napja között legyen, megfelelő helyről történjen a mintavétel, a kenet megfelelően legyen elkészítve. Nagyon fontos az azonosíthatóság és az azonnali fixálás. A citológus számára fontos információk az utolsó menzesz időpontja, hogy szede a páciens fogamzásgátlót, használ-e IUD eszközt, szoptat-e, szült-e éppen az utóbbi időben, vagy éppen terhese, illetve a korábbi kóros eredményeket is jó, ha tudjuk, és a HPV tipizálás, hogyha történt, akkor annak mi az eredménye. Beáta már beszélt az előbb a fertőzés rizikofaktorairól. Amit én megemlítenék ezzel kapcsolatban, csak annyi, a dohányzás. A HPV pozitív nők közül a dohányzóknál kétszeres eséllyel alakul ki méhnyakrák, illetve ugye beszéltünk arról, hogy mennyi partnere van a páciensnek. Ha egy élethossz alatt egyetlen szexuális partnere van, akkor 58,4% a fertőzés esélye, illetve ha valakinek 15 partnere van az életében, akkor gyakorlatilag 100%. A megelőzésről is beszélt már Beáta az előbb. Fontos ugye a felvilágosítás, az oltás, az óvszer használata, és ugye legfontosabb, amire a rendezvényünkkel is szeretnénk felhívni a figyelmet, a méhnyakszűrés fontossága. Fontos, hogy a HPV fertőzéstől a rák kialakulásáig eltelt idő, ez 17,5 és 26 év között van. Ez a hosszú idő számos lehetőséget ad az elváltozások kimutatására, kezelésére. Ugye a szűrés három nélkülözhetetlen eleme, hogy legyen laboratórium, aki a megfelelő vizsgálatokat elvégzi, legyen megfelelően kiképzett egészségügyi személyzet, illetve szükség lenne a szűrendő lakosságnak a részvételére. Ami hát a
jelek szerint a szervezett szűrésen a meghívottak 5-7%-a jelenik meg, nem szervezett keretek között ugyanaz érintett nők 30-50%-a megy el évente, de ez még mindig nagyon kevés, főleg mivel 50%-ban ugyanazok a személyek kerülnek szűrésre. A méhnyakrák betegek kb. 60%-a nem volt, vagy 3 évnél régebben volt szűrésen, és nagyon, nagyon szörnyű az az adat, hogy az érintett nők 11%-a sosem volt szűrésem. És hát itt a kerekasztal beszélgetésben remélem, hogy kiderül majd, hogy mi a részvételi hajlandóság alacsony szintjének az oka. És akkor a Beáta folytatja. Amint látjátok, ez egy csapatmunka, egy teammunka, feldolgozni egy kenetet, értékelni, abszolút közösen konzultálva, főleg, hogyha problémás esetről van szó, döntjük el a citológiai és szövettani szakemberekkel, hogy mi a további teendő, ha esetleg kóros lelet érkezik vissza. Most körülbelül 2 hét alatt megvan az eredmény, foglalni kell egy újabb időpontot a nőgyógyászhoz, aki elmondja, hogy mi lett a kenet eredménye. Amint már hallottátok, létezik Papanikolaou és Betesda módszer. A köztudatban azt gondolom, ez a P1, P2, P3, P4 és P5-ös eredmény, ami elterjedt, de hogyha a nemzetközi standardekkel szeretnénk szintet tartani, akkor ezt a Betesda módszert kell megszoknunk, és bizony itt nem magyarul vannak az elnevezések, és egy laikus számára bonyolult lehet, hogy H-szil, meg lószil, meg mit is jelent mindez. De hát ezért vannak a szakemberek, hogy elmagyarázzák mindenkinek ezt a leletet. Mint már említettem, ez a kétfajta értékelési mód van, és létezik egy guideline, egy szakmai protokoll, ami alapján mi értékelünk, és további vizsgálatokat, vagy esetleg műtéti terápiát javasolunk. Ami a normál kenet, a laikus köztudatban ez a P1 és P2, a P1 teljesen normális leletnek, vagy normál kenetnek felel meg a Betesda rendszerben. Hogyha egyen nagyobb kategóriába soroljuk, akkor már valószínűleg valamilyen gyulladás, metaplázia, valamilyen kórokozó által okozott elváltozás befolyásolja a kenet minőségét, és ez is egyfajta kezelést igényel. És hogyha még följebb megyünk, akkor ezek már a prékancerózus, illetve a kancerózus állapotok. Szerencse, hogy van egy ilyen mankunk, amire támaszkodhatunk, de egyre több ilyen esettel találkozunk, úgyhogy nagyon nem is kell elővenni ezt a mankót, hiszen tudjuk, hogy mi a következmény. Prékancerózus állapotoknál lehetőség van egy kisebb műtét elvégzésére, amit mi lubkonizációnak nevezünk. Az ábrán látjátok, ez a kis kerek középen egy ponttal, az a mészáj, tehát a belső megtekintés, feltárás során ezt a képet látja a vizsgáló orvos, és egy eszköz segítségével megpróbál belőle kimetszeni egy akkora darabot, ami feltehetően már épp részeket is tartalmaz. Laikusoknak szoktam hasonlítani ahhoz, hogy amikor főzünk otthon és zöldségeket pucolunk, akkor abban is vannak ilyen beteg részek, amit hogyha kivágunk, akkor megáll annak a zöldségnek a további romlása, és ugyanez van az emberi szervezetnél is. Ha még időben észrevesszük, akkor egy ilyen kis műtéttel, egy ilyen pici kimetszéssel meg lehet előzni a nagyobb bajt, és egy ilyen műtét után bátran szülhetnek a nők, egészséges sejtek fognak utána hámosodni, és nincs akadálya annak, hogy gyermeket vállaljon. Sajnos nem egy esetben találkoztunk olyan fiatal nővel, aki még nem szült, és nem volt elég ez a kis műtét, hanem egy radikális nőgyógyászati műtét elvégzésére volt szükség, amit
mi egy kiterjesztett műtét technikának, Wertheim műtétnek hívunk. Itt már nem csak a méhnyak, hanem a méhtest és a méhhez tartozó belső nemi szervek is eltávolításra kerülnek, és sajnos nem sok esély van már a gyermekvállalásra. Vannak bizonyos műtétek, onkológiai műtétek, amit most nem szeretnék róla beszélni, de sajnos nagyon előre haladott állapotban még tovább kell menni, nem csak a kismedencei szerveket kell eltávolítani, hanem nagyobb kiterjesztett régiókat is. Úgyhogy az lenne jó, ha nem kéne ideig eljutni, és a nőgyógyászati rendelőben nem kéne ezekről a műtéti megoldásokról beszélni, hanem megelőzni a bajt, és felelősségteljesen eljárni nőgyógyászati szűrővizsgálatra, és nekünk, nőknek felelősségünk a környezetükben lévő valamennyi nőt tájékoztatni erről, és motiválni arra, hogy bátran menjenek el nőgyógyászhoz, hiszen a maga a vizsgálat 10-15 percet vesz igénybe, és évente egyszer az egészségünkért ezt muszáj, kötelességünk, hogy megtegyük. Egy gondolattal szeretném zárni az előadást, hogy minden helyzetben létezik egy csipetnyi szabadság, amely lehetővé teszi a felelősség teljes döntéseket. És a mények elváltozásait, amennyiben időben felismerjük, gyógyíthatóak, és meg tudjuk előzni a súlyos, akár halálos szövődményeket is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Kedves nézőink, a méhnyakrák szűrés fontosságára hívtuk fel a figyelmet a köztérben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.